Bolykottálja a hazai tenisztornákat két élversenzőnk, Babos Tima és Fucsovics Márton, akik együtt indulnának egyébként vegyes városban majd a tokiói olimpián. A szövetséggel tehát folytatódik a harc, miközben ott feljelentés is történt, meg jön a Davis Kupa majd a németek ellen. Aktualitások a 7 éve főtitkár Ichter Attilával beszélgetünk. Szia jó reggelt! Jó reggelt! Nem osztjátok azt a sportvezetői nézetet, hogy a komoly konfliktusokban mindig az élversenzőknek, a nagysztároknak van igaza, akkor is, ha nincs igazuk. Úgy gondolom, hogy máshonnan kell megközelíteni ezt a kérdést. Ugye minden konfliktus az két félen áll, egyedül nem lehet konfliktust kezelni, de kirobbantani sem, és ebből kifolyólag, hogyha megoldást keresnek a felek, akkor azt együttesen tudják ketten csinálni. A eddig is nyitott volt, elnök úr több alkalommal igyekezett azt ahhoz ültetni a feleket, és bízunk benne, hogy ebbe az irányba lehetünk mozdulni, hiszen ez jelenleg a sportág számára káros. A sport szerető rajongóknak leginkább rossz ez a jelenlegi helyzet úgy gondolom, hogy 7 év alatt nagyon sok mindent tett le a Szövetség az asztalra, nagyon messziről, nagyon mélyről jutottunk, nagyon olyan előkelő helyre, hogy a nemzetközi sportvilág is felfigyelt ránk. Ebben most ez egy szerencsétlen helyzet, de, de szerintem nem, nem megoldhatatlan. Ha azt mondod, hogy káros, akkor miben mérhető le ez a kár? Főként az, hogyha ez a konfliktus nagyon-nagyon sokáig elhúzódik. Szerintem minden konfliktus káros egy sportákra nézve, hiszen gyakorlatilag a sporták kapcsán az általános sportszerető közvélemény az a sikerekre, a sportszakmai működésre kíváncsi elsősorban. És amikor arról szólnak elsődlegesen hírek, hogy egyes játékosok, egyes személyeknek saját vélt vagy valós érelmeikkel, van tele a sajtó, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy a fiatalokat uh, hogyan sikerült menedzselni, vagy milyen eredményeket értek el, akkor, uh, akkor azt nem lehet szerintem pozitívan értékelni általánosságból. Uh, egyéb káros közvetlen hatások, hogyha most erre gondoltál a kérdésedben, akkor, akkor ezt nem, nem gondolom, hogy én értelem meg káros. Na, eh, most csak ugye például arra gondolok, hogy van, van a szövetségnek egy komoly célja mondjuk a, a, az utánpótlás fejlesztésre, tehetséggondozásra gyerekek példaképeket keresnek, hát milyen példaképeket keresnek, főként ha vannak jó magyar teniszezők, szeretnének magyarokat, és akkor így látják, hogy mi történik. Elbizonytalanítja ez az embereket, meg a szülőket. Inkább a szülőket bizonytalanítja el, de nem a példaképek hiánya bizonytalanítja el, hanem inkább a rendszerre vélt vagy valós hatása miatt. Ez azért azt nagyon fontos látni, hogy amikor elindultunk 2011 környékén elnök úrral közösen ebbe a munkába, akkor az össz támogatása a Magyar Tenis Szövetségnek, tehát a teljes éves gazdálkodása kevesebb volt, mint a jelenlegi utánpótlásra fordított támogatás fele. Tehát egy óriási segítséget kaptunk, és ezzel a segítséggel mondjuk a kezdeti időszakban <coughs> volt nagyságrendileg 10-20 olyan játékos, akinek egyáltalán álma volt a nemzetközi porondon szerepelni, és ez ügyben tudtak lépni, jelenleg 70-80 ilyen játékos van, akkor összesen tudtunk támogatni egy játékosnyi összeggel, egy éves összeggel 61-két játékost, jelenleg 100 fölötti játékost tudunk támogatni ennek a sokszorosával, 80 teljes körű támogatást, tehát 100%-nyi finanszírozást kapnak a szövetség által, tehát összehasonlíthatatlan az a programmennyiség, hogyha ma valaki tíz évesen úgy dönt, hogy esetleg teniszezni szeretne a gyereke, és végignézi, hogy mi van, akkor 10 éves, 22 éves koráig egy, egy, folyamatos támogatási felfelé mutató rendszert lát, talál olyan klubokat, ahol ezt tudják támogatni. Van egy kiszámíthatóság, ez az elmúlt éveknek a legnagyobb előnye, hogy egy kiszámítható programban tudnak a tehetségek a gondozás irányába elmozdulni, a szülőknek pedig egy nyugalom, hogyha az első egy-két-három évben azt az anyagi befektetést azért eszközlik, ami akkor még szükséges, akkor utána a jelentős anyagi támogatást azt átvállalja a szövetség. Ebben zavart okoz az, amikor azok a játékosok, akik egyébként közül legalábbis az egyikük, az nagyon nagy mértékben ezzel a támogatással tudott befutni, ugye örök reménységből világsztárá nőtte ki magát a szövetség támogatásával és segítségével, sőt a szövetség égisze alatt a szövetség központjában, ami egy nagyon pozitív löketet adott, a bizonytalanságot az okozza, hogy vajon ez a kiszámíthatóság fennmarad-e, vajon az elkezdett programok megmaradnak-e, hiszen a bizonytalanság sokkal nagyobb veszélyt jelent egy, egy szülő számára a gyerekének az élete tervezése kapcsán, mint az, hogy esetlegesen rövid távon jó vagy rossz hírek Igen, van. Igen, hát ugye, mint a bizonytalanság, amikor azokat a híreket kapják, hogy NAV nyomozás a szövetség külső cégeinek kiszervezett megbízások miatt, vagy hogy mit tesz mondjuk a szövetség hogyha ezek után nem kapja meg a nagy tenisztornákra a milliárdokat, hanem ugye ezeket a sportállamtitkárság a alatt bonyolítják. Tehát milyen kép alakul ki a szövetségről, mondjuk arra gondolok, hogy hát ők is olyanok, mint az ökölvívók. Hát mondjuk az állításait közül egyikről egyik tudom hivatalosan megerősíteni, hiszen mi még jelenleg egyikről sem kaptunk tájékoztatást, sőt, én úgy gondolom, hogy a, a, a folyamatban van a februári-áprilisi versenyeknek a szervezése, mégpedig a Szövetségégis alatt és a Szövetség irányítása alatt, és a támogatások kapcsán a szerződések részben meg vannak kötve, részben pedig most köttetnek meg, ezért ez ilyen értelemben azért úgy gondolom, hogy a sajtó által felkapott szenzációnak minősíthető inkább, mint sem, mint sem valós helyzetnek. Nekünk nem az a feladatunk, hogy azzal törődjünk, hogy egyébként a sajtóban kik mit üzengetnek, vagy ki hogyan próbálja beállítani a kérdést. Nyilván mindenkinek megvan a saját maga véleménye, de a szövetségnek elsődleges feladata továbbra is az, amivel egyébként 7-8 éven keresztül foglalkoztunk, és ezzel kell továbbra is foglalkoznunk. Ennek egy része nyilvánvalóan az aktuális helyzet kezelése, de azért a túlnyomó többségében nekünk azzal kell foglalkozni, amivel most is foglalkoztunk, csak elnyomják ugye a mostani állapotok ezeket a híreket, hogy rekordlétszámú PNC versenyző vett részt a hétvégén, egy, egy ugye a PNC a legkisebbeknek a, 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 bajnoksága versenyrendszeren állunk. Pár évvel ezelőtt elkezdtük 20 csapattal, azt is végig telefonálva bíztatva őket, jelenleg több mint 300 gyerek vett részt Két fordulós döntőt kellett rendezni. Többször elhangzott egy kritika az edzőképzés, továbbképzés hiánya kapcsán, amit mi jeleztük, hogy azért az egy több éves munka a Testnevelési Egyetemmel együttműködve. Ez most elindult. Nem csak egy intézményi szerződést kötöttünk, hanem megint csak rekordlétszámú edző jött el az MTS által szervezett saját edző továbbképzésén. Tehát azért a szakma részéről a bizalom abszolút ott van ne felejtsük el, hogy ezt az egész ügyet teljesen nyíltan, transzparensen, egy közgyűlésen megvitattuk. Elnök úr volt egy rendkívüli közgyűlést, amelyen először, amióta az eszemet tudom, de úgy tudom, hogy egyébként összességében is, Határozatképes volt a közgyűlés, ami azt jelenti, hogy azon a közgyűlésen bármilyen napi rendi pontot fel lehet venni, bármit meg lehet beszélni. Sose voltak még ennyien ennyi Magyar Teniszövetségi közgyűlésen, meg is volt a határozatképesség, fel is kerültek a napirendre többek között ezek a témák amelyeket mind beszéltük, és elfogadták őket ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett 164 igen szavazat mellett, tehát én úgy gondolom, hogy... Attila, a... bocsáss meg, ez adott. Mi, uh, hogyan uh, lehet uh, akkor uh, ebben az áldatlan állapotban békét kötni? Például mondok valamit, uh, öröme uh, a szövetségnek amúgy, hogy uh, Babos és Fucsab is tervezik összeállni mm. erre a bizonyos vegyes párosra, uh, nem véletlenül, hiszen Tokiói uh, érem álmokkal kecsegtetne ez. Uh, itt beléphet-e az, hogy milyen uh, feltételei vannak ahhoz, hogy ők ezt megtessék az olimpián? és a szövetség, meg a közöttük lévő viszony e tekintetben miket ír elő? Szerintem ezt ketté kell választani ezt a kérdést, az egyik egy sportszakmai kérdés, rendkívül nyilván örül szerintem mindenki, aki a tenis szereti, hogy összeálltak vegyes párosra, és játsszák ezt az évet a grenzlemeken. Ugye a jelenlegi ranglistával ez valószínűleg elérhető cél, hiszen azért vegyes párosban 32-es tábla van csak. Egy másik része a történetnek, hogy az olimpiai, tehát a 2020-as Tokiói olimpiára a hivatalos kvalifikációs időszak, most köznyelvel élve, az 19. júniusában kezdődik csak. Tehát minden eredmény, ami 2019. júniusáig megtörténik, az semmisé válik, és onnantól számított 52 héten belüli elért ranglista helyezések alapján vannak elsődlegesen jogosultak a, a, a versenyzők arra, hogy az adott nemzeti szövetség nevezze őket az olimpiátra a játékosokat, ez az, az egyetlen olyan tenisz esemény, amire a Nemzeti Szövetség a Davis Kupán kívül, tehát most egyéniről beszélve, szövetség nevez, és csak neki van jogosultsága nevezni, és itt van egy másik nemzetközi szövetség által előírt kritérium, az pedig a válogatottságban való szereplés, amelyre egy elég szigorú előírás van. És én olvastam a napokban az egyik ha jól tudom, lehet, hogy Marci mondta, de ebben most nem vagyok biztos, hogy ő vagy, vagy az újságíró jelölte meg, hogy lehet, hogy változnak ezek a kritériumok. Egyelőre ez nincsen napi renden, érkezett néhány országtól, nagy országtól indítványa a Nemzetközi Teniszövetséghez, hogy ezt változtassák meg, de nem, nem úgy tűnik, hogy ebbe az irányba elmennének. Tehát majd 2019 vége fele, amikor már nagyjából körvonalazódnak a ranglisták, de inkább 2020 első harmadában van értelme arról beszélni, hogy, <coughs> hogy ebből. A végére élünk, még egy kérdés, ugye a magyar válogatott a németek ellen folytatja februárban a Davis kupában, Fucsovics nélkül jelen tudásunk szerint lehet előnyt kovácsolni ekkor a hátrányból, hiszen van tét, világcsoport tét van részt azért odébb van még az az esemény, tehát addig van még idő, bízunk benne, hogy addig azért sikerül legalább ismét azt ahhoz ültetni a, mm. a, feleket. Ez az egyik része, a másik része pedig azért a cselek ellen bebizonyosodott, hogy az a nagyon fiatal csapat, aki van, um, sok mindenre képesek, amire egyébként a közvélemény vagy a külvilág talán nem számít. Uh, nyilván abszolút úrerőben vannak a németek, ha teljes csapat találnak fel, amire jó esély van. Ennek ellenére az elmúlt pár évben nagyon sokszor voltunk teljesen esélytelennek kiáltva, mégis eljutottunk a legmagasabb szintre. Ez a srácok múlik a csapaton, a szövetségi kapitány folyamatosan egyeztet velük, folyamatosan tartja kapcsolatot a játékosokkal. Nem sokára lesz egy, egy évvégi záróvacsora, amelyre az összes csapatot meghívta. Úgy tudom, hogy jelentős része vissza is jelzett. Tehát egy jó hangulatban zajlik a felkészülés, mindenki várja és azért Balázs Attila, hogyha egészséges, Valkusz Máté most ugye 250-en belül van a világranglistán, de úgy gondolom Pirosombi elképesztő teljesítményt nyújtott nemrég, hogy szerintem leírni semmiképpen sem szabad a csapatot, és ugye a válogatott, az egy válogatott esemény, ott többről szól a történet, mint hogy egyébként egyéni érdekek azok mit sugalnak, és a címeres mez eddig nagyon fontos volt mindegyik fiatal számára, remélem, hogy ezután is az marad, és ez egy szövetségkapitányi kérdés, ő választja ki a csapatot, ő állítja fel a csapatot, és amíg ilyen hangulatban tudnak dolgozni, ahogy eddig, én azért bizakodó vagyok. Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.